Ifi Klub Egykor és Ma, a fiatalok egykor önszerveződő csoportja, most már hivatalos önkormányzati intézmény. A helyi politikának nem sikerült létrehoznia, az Ifi Klub megpróbálja. Csatlakoznak az ifjúsági önkormányzati társasághoz. Mit javasolnak és mikor van hatósági szavuk a védőnőknek? 11 területi és 4 iskolai körzetben követik nyomon a budaörsi gyermekek fejlődését. Kezdődik a Városi Magazin. A stúdióban Kálai Lajos. Jó estét kívánok! Mai műsorunk első részében az ifjúsági klubról lesz szó. Először felidézzük a múltat, azt hogyan jött létre és működött önkéntesekkel néhány évtizede a templomtéri pincében, hogyan kapták meg az egykori mozi épületét és alakították át társadalmi munkában, illetve megmutatjuk, milyen ma, amikor már hivatalos önkormányzati intézmény fizetett alkalmazottakkal. Utána pedig szó lesz egy új kezdeményezésükről, az ifjúsági önkormányzat létrehozásáról. Mondhatjuk, hogy ez egy emblematikus helyszín itt, hiszen itt van ilyen hatalmas, nagyba felfestve a klubnak az új logója, amit most már lassan 2 éve használunk. Ezt egy graffiti pályázaton 2 tehetséges fiatal festette nekünk 2 évvel ezelőtt nyáron, és azóta is díszíti az Ifi Klub programjait, a programplakátokat és egyéb termékeinket ez az újfajta logó. Úgyhogy nagyon büszkék vagyunk rá, és ezzel jelezzük is egy ilyen nagy méretben, hogy itt vagyunk, itt találhatóak vagyunk. Ez ugye a kapubejáró, amin keresztül az udvar felé tudunk haladni, de szerintem a frontot érdemes megnézni, mert az elmúlt években nagyon sok változás volt így az épület körül, és hát kezdjük végül is a külső változásokkal. Itt a főbejáratot, ha nézzük, akkor a 2 oldalt a régi vitrinek helyére egy modern tévé került, és ebbe láthatóak rendszeresen a havi, illetve aktuális programjaink, amik folyamatosan pörögnek. Így az esti fényeknél majd, hogyha jönnek az emberek, akkor jobban lehet látni, hiszen akkor igazából így szinte fénylik az éjszakában az aktuális programkínálat. Ugyanakkor a felirat is látható, ami szintén egy új dizájn képvisel, és teljesen megújult fénypanellel tudjuk a klubot éjszaka is reklámozni, úgyhogy így éjjel-nappal világít a felület. És ami nagy változás egyébként az elmúlt évekhez képest, hogy a teljes front rész az újra lett glettelve, újra lett vakolva, tehát a régi beázások, egyéb problematikus részeket kijavítottuk, és egy teljesen új falfelület van, amit azzal díszítettünk, hogy ilyen fix paneleket helyeztünk föl, ahova gyakorlatilag a havi programkínálaton kívül az aktuális, rendszeres, szakkörös programoknak is adtunk helyet. Most így néz ki az Ifi Klub, modern és fiatalos, de hosszú út vezetett idáig. Valamikor mozi volt a Károly Király utcai ház, amely a rendszerváltáskor vesztette el a népszerűségét. 1991-ben az Ifjúsági Klub Egyesület kapta meg, hogy ott szórakozhassanak a fiatalok. Az egyesület tagjai fizetés nélkül társadalmi munkában újították fel az épületet az önkormányzat és a szponzorok támogatásával. 2010 végéig használták a létesítményt, addig szólt a bérleti szerződésük, melyet az önkormányzat már nem hosszabbított meg. De már korábban, 2007-ben is jelentkeztek a nehézségek, amikor az önkormányzat csökkentette az egyesület költségvetési támogatását. Mizsei Zoltán, az egyesület vezetője pedig úgy határozott, hogy akkor csökkenti a nyitvatartást. Erre az akkori képviselőtestület felmondta az egyesülettel kötött közművelődési megállapodást, ami a működésükhöz szükséges forrást biztosította. 2007-ig azonban tudták fejleszteni az intézményt, felújították a mozigépeket, internetezésre alkalmas szobát alakítottak ki, programokkal várták a fiatalokat. Itt a felső lépcsőházban, ami ugye az emeleti terembe vezet, itt meghagytuk ezt a régi emléktáblát, ami ugye azt mutatja, hogy az előső körben, amikor ez az épület felújításra került, kik voltak azok, akik segítettek ebbe városi szinten, egyénileg, úgyhogy ez egy ilyen emléktábla, amit én úgy gondolok, hogy itt kell, hogy legyen a helye, és őrizze az emlékét ezeknek az embereknek. Illetve egy pici visszatekintés a múltba, az itt állandóan fent van a
falon a régi ifjúsági klub életéből egy-két megtalált képet kihelyeztünk, illetve a jelenlegi elmúlt pár évben történt eseményeket is párhuzamba állítottuk ezekkel a régiekkel, úgyhogy itt lehet nézelődni. Biztos, hogy vannak olyan látogatók, akik fel is ismerik magukat egy-egy képen a régi időkből, de lényegében ugye ez a generáció már felnőtt és családot alapított, úgyhogy abban próbálunk mi helytállni, hogy a jelenlegi fiatal generációnak nyújtsunk szórakoztató programokat. Az újabb fordulat 2011-ben volt az ifjúsági klub életében, amikor először a művelődési központ, majd a helyi színház irányítása alá vonták. Az épület nem volt jó állapotban, mivel arra az azt megelőző években már nem tudott költeni a korábbi működtetője, az ifjúsági klub egyesület. Az épületet tehát most már teljes egészében önkormányzati pénzből kellett felújítani. A fejlődés pedig azóta is folyamatos a házban, melyet Márton Júlia vezet. Itt az előtérben, itt is nagy változás sok voltak az elmúlt évekhez képest. Azon kívül, hogy új színt kapott, egy ilyen világos szürke felületet a fal, amit megszínesítettünk rengeteg képpel, mindig az aktuális Vantit kiállításunk képei vannak itt az előtérben. Ezen kívül három újságfalunk is van a saját programjainknak, ami itt belül van, a Budaörsi Latinovics Színház aktuális programjainak is, illetve befogadunk külső helyi cégek, illetve egyéb rendezvények kapcsán előkerülő plakátokat is, programhirdetéseket. Egyébként a bútorzatot kicseréltük, próbáltunk egy fiatalos, színes, hangulatos atmoszférát teremteni, illetve hát egy ilyen multifunkcionális tért, hiszen hogyha arról van szó, minden bútor mozdítható, elpakolható, ugyanakkor amikor így elölhagyjuk őket, akkor egy ilyen hangulatos, picit ilyen kávézó jelleget képvisel az előtér, a büfét pedig általában rendezvényekhez mérten szoktuk kinyitni, ugyanezt egy külön szolgáltató üzemelteti, de mindig összhangban egyeztetünk arról, hogy mikor legyen nyitva, melyik rendezvénynél. Az ifjúsági klub nagy termében is sok változás történt. Az apró beruházásoktól kezdve, például, hogy új színházi székeket vásároltak, egészen a fény- és hangtechnikai berendezések beszerzéséig. A mozi filmklubnak a beindításához, fenntartásához szükségünk volt egy új vászonra, mert a régi az valahol elkallódott, illetve egy nagy teljesítményű projektorra is, ami fixen fel van szerelve ugye a plafon tetejére, úgyhogy így lehetővé vált az ilyen hangulatos kis mozi délutának megvalósítása. A színpadon a deszkák többször kilettek már cserélve, ezt folyamatosan karban tartjuk, újítjuk. Ha lesz lehetőségünk, akkor majd talán egy modernebb színpad is kerülhet ide az évek során, de ez még a jövő zenéje. Ami fontos volt, hogy a régi radiátorokat ki tudtuk cseréltetni egy 3 évvel ezelőtt, úgyhogy teljesen új, ide passzoló radiátorok kerültek föl, és így a fűtésünk az teljesen korszerűvé vált így a terembe. De nem csak a fűtés, hanem a hűtés is, hiszen idén bekerült 4 új nagy teljesítményű légkondi berendezés, illetve emellett a régi légbefújó rendszert is felújítottuk, úgyhogy lényegében a nyári időszakban is teljes üzemmel tudunk majd működni, hogyha minden jól megy, hiszen nem lesz probléma a szellőztetés, illetve a klimatizálás így a rendezvények során. Az udvaron is több változás történt az évek során, kialakítottunk egy ilyen kis hangulatos kerti helyiséget, ahol télen-nyáron ki tudnak ülni a látogatók, illetve teljesen újra lett glettelve, vakolva és festve a fal, tehát itt az alsó része, illetve a teteje is, vettünk egy ilyen picike kis esőfedő tetőt, úgyhogy a dohányzóknak van lehetősége azért a rossz időben is kijönni ide az udvarra, illetve ez a belső kapu is újonnan került felszerelésre, tehát a kocsibeállás megoldható így könnyen, mert ez egy harmonika szerűen csukódik, illetve nyílik, és a szomszédtől ugye így szeparál el minket. Ami igazán nagy költség volt és nagy változás, az a bejárati, illetve a belső térbe vezető ajtó. Ez egy hangszigetelt, modern, abszolút jól záródó ajtó, úgyhogy a régi helyére tényleg egy nagyon szép, esztétikus és modern ajtó került felhelyezésre, ami nagyon fontos, hiszen a
rendezvényeknél állandó a kibejárkálás, úgyhogy fontos az, hogy jól szigeteljen, és ugye a hideg az ne jöjjön be az épületbe, úgyhogy örülünk neki, hogy egy ilyen szép ajtónk van, és így tudunk bejutni az udvarról a belső helységekbe. Innen az úgynevezett csocsószobába jutunk, ahol ismét megjelenik az IFI Klub fiatalos szellemisége. Ez a hátsó graffiti része szintén a 2 évvel ezelőtti graffiti pályázat nyertesei készítették nekünk nagy szeretettel egy ilyen hangulatos, IFI klubos dizájnt, amit hát végül is büszkén visel a ház, úgyhogy próbáljuk színessé tenni az összes helyiségünket fiatalossá, és én azt gondolom, hogy ez a képeken látszik is, hogy mennyire sikerült. Ami ebben a teremben még lényeges újítás, az egyrészt a nagy terem felé vezető belső új hangszigetelt ajtó, ami a rendezvényeknél nagyon fontos, hogy egyrészt dupla ajtónk van, másrészt pedig azt, hogy könnyen nyitható, zárható, tehát így tudjuk szeparálni a helyiségeket, akár párhuzamosan is tudunk 2-3 rendezvényt tartani. A sok rendezvény és kiscsoportos foglalkozás indokolta a kuckó helyiség létrehozását is. Ezt 2 öltözőből alakították át hangulatos szobává. Nagyon bevált az ötlet, én azt gondolom, hogy szépen sikerült. A gyerekek nagyon szeretik, általában itt heti 3-szor van a pszichokuckó foglalkozás, Bakai Gyöngyi vezetésével, de ezen kívül szoktuk kiadni kiscsoportos bármilyen ilyen 5 és 10 fő közötti rendezvényekre, úgyhogy volt itt már jogi tanácsadás, mindenféle önismereti óra, és egyéb ilyen tényleg kiscsoportos program, és igyekeztük itt is azt a fiatalos dizájnt megtartani, és azokat a színeket kombinálni, amik talán a fiataloknak vidámságot és örömet okoznak. 3 éve lettek felújítva az illemhelyiségek, ahol a burkolatokat, a szanitereket és a bútorzatot is teljesen kicserélték, a falakat pedig vagány képekkel díszítették, így még ezek a helyiségek sem unalmasak. Az emeleti rész is megújult, a galérián wifi zónás ücsörgőt alakítottak ki, és egy fél emelettel feljebb az IFI Klub személyzetét kiszolgáló konyha, valamint kényelmes irodák kaptak helyet. Ez a helység régen a számítógépterem névre hallgatott, most ez az egyik iroda, jelen esetben az én irodahelységem, de a tárgyalások jó része itt zajlik, tehát amikor szervezőként a programokról egyeztetünk, akkor általában itt szoktunk elférni, úgyhogy itt ülünk le, hogyha több fős tárgyalásról beszélünk. A falon kitettünk néhány olyan régi plakátot, amiknek az eseményeire büszkék vagyunk, és így vissza tudjuk nézni az elmúlt 5-6 év rendezvényeit, nagyobb programjait, és hát lényegében mindig frissítjük is ezt a kínálatot az aktuálisnak megfelelően. Ahogy a tetőtérbe érkezünk, akkor beléphetünk az utolsó helyiségbe, ami a kisterem névre hallgat. Ezt ilyen különböző csoportos, maximum 30 fős előadásokra, szakkörökre szoktuk kiadni. Rendszeresen hétköznaponként itt zajlik egyébként a robotika szakkör, de tartunk itt néptáncórákat, különféle mozgásos programokat, volt itt már hastánc, női torna, jóga és társai, úgyhogy mindig próbálunk egy ilyen változatos programkínálatot itt megvalósítani. Lényegében a dizájn is itt egy picit ezt a robotos világot adja vissza a falakon, visszaköszönnek a képek és a robot motívumok, de nagyon sok itt az asztal, illetve szék, tehát gyakorlatilag tudjuk ezt egy úgynevezett előadás, vagy akár konferencia, bármilyen típusú megbeszélésre kiadni, illetve a színháznak is itt szoktak lenni sokszor az olvasópróbái. Az elmúlt évek látványos fejlődése ellenére még további beruházásokra is szükség lenne az intézményvezető szerint. Terveink szerint majd itt a bejáratnál esetleg a nyílászárók cseréje fog megtörténni, illetve szeretnénk egy belső kamerarendszert is felépíteni, hiszen ahogy láthattuk a képekből, a videóanyagból, elég zegzugos az épület, tehát nagyon sokszor problémát jelent nekünk az, hogy egy-egy rendezvényen mennyire tudjuk belátni a terepet, és ott lenni szinte mindenhol. Úgyhogy reméljük, hogy ezek az apró változtatások majd növelik az épület és az intézmény színvonalát, de egyelőre nagyon boldogok vagyunk, hogy sikerült ennyi minden változást az elmúlt pár évben létrehozni, és azt is örömmel vesszük mindig, hogyha egy-egy látogató pozitívan nyilatkozik az intézményről, és örülünk neki, hogyha otthont adhatunk bárminek.
Folytatjuk az ifjúsági klubbal, itt van a stúdióban is Márton Júlia, kezicsokolom, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Persze kérdezhetném arról, hogy az ifjúsági klub program kínálata hogyan változott, hogy kik jártak egykor, kik járnak most az ifi klubba. Persze majd ez is kiderül a beszélgetésből, de én mindjárt a közepébe csapok, mert az, ami engem most legjobban érdekel, az egy új kezdeményezésük, egy új próbálkozásuk, ez pedig a gyermek és ifjúsági önkormányzati társulás létrehozása. És ez azért különösen érdekes, mert az, hogy legyen Budaörsön gyermek és ifjúsági önkormányzat, azt már két párt is kezdeményezte, sőt talán három párt is Budaörsön, de egyelőre ez elhalt, tehát egyelőre ilyen nincs. De az országban számos helyen van, a közeli Érden is működik ilyen, diákpolgármesterük is van, és egyébként sok mindenben beleszólhatnak az önkormányzat döntéseit illetően, ami a gyerekekkel kapcsolatos. Valami ilyesmit próbálnak létrehozni? Hát ez egy érdekes helyzet, ami most előállt, ugyanis van egy országos szervezet, akinek a felhívására mi is csatlakoztunk ehhez a projekthez. Ők ugye a Gyermek és Ifjúsági Önkormányzati Társulat. Ők igazából egy ilyen ernyő szervezet, akik összefogják az országban a különböző kisebb-nagyobb településeken működő ifjúsági csoportokat, önkormányzatokat, diák önkormányzatokat, és már volt egy közös projektünk a múlt évben, amiben az Ifjúsági Klub Budaörsről is részt vett, és ennek kapcsán kialakult egy jó együttműködés ezzel a társasággal, és amikor indult ez az úgynevezett bevonzó című projekt, aminek lényege, hogy a fiataloknak a társadalmi felelősségvállalását, a társadalmi szerepét erősítsék, kifejezetten itt a budakeszi és érdi járási területen, akkor nagyon-nagyon örömmel csatlakoztunk mi is hozzá, mint Budaörsi Ifjúsági Klub, és nem titkolt szándékunk, hogy a környező településeken levő ifjúsági csoportokkal, ifjúsági önkormányzatokkal egy szorosabb viszonyt tudjunk majd kialakítani ennek a projektnek a kapcsán. Úgyhogy ez az elsődleges célunk ezen a projekten belül, de ez egy hosszú folyamat, gyakorlatilag még tavaly novemberben indultak el az alakuló egyeztetések és találkozások, és ha minden igaz, akkor 2018 év végéig fejeződik be ez a folyamat, aminek több lépése van, több állomása van, és a feladatokat így határidőkre, illetve folyamatosan kell majd ellátni. És Budaörsön kiket tudnak bevonzani? Mert hogy más településeken, ugye a diák önkormányzat az minden iskolában van, az szinte kötelező. A gyermek és ifjúsági önkormányzatok az ezeket a diák önkormányzatokat tömöríti, onnan tagokat, küldötteket, képviselőket, őket delegálnak, megválasztják a maguk polgármesterét, eldöntik, hogy mivel foglalkoznak és mivel nem, és ahol engedi az önkormányzatot, akár véleményeznek is bizonyos önkormányzati döntéseket. Pontosan. Na de ilyen Budaörsön nincs, tehát akkor hát kiket vonzanak be? Igen, úgyhogy ez egy érdekes helyzet, én már az elején is jeleztem, hogy nálunk ilyen típusú diák önkormányzat nincsen, ugyanakkor a két gimnáziumban, az én tudomásom szerint kifejezetten az IS gimnáziumban működik az úgynevezett EGYOSZ szervezet, az Egyesült Osztályok Szövetsége. Velük egyébként jó viszonyt ápolunk, szoktak jönni hozzánk az ifjúsági klubba ülésezni, szokott lenni neki külön zárt csoportba szervezett program is, illetve minden évben az IS napok kapcsán azért a gimnáziummal több rendezvényt is szoktunk közösen szervezni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy elsősorban a két gimnáziumba, az IS-be is, illetve a Szent Benedek iskolába működő diákok, vagy diákok által működtetett kisebb szervezetek, csoportosulásokat szeretnénk bevonni ebbe az országos projektbe, illetve bátran várjuk azokat a jelentkezőket is, akiket érdekel a saját településükön zajló ifjúsági munka, úgy gondolják, hogy lenne mind változtatni, lennének ötletei, kreatívak, és részt vennének egy ilyen hosszabb távú projektben, és akár, hogyha sikerül és meg tudjuk valósítani, akár el is indulhat egy budaörsi diák önkormányzatos szervezet is. Mm-hmm. Kezemben egy hát kvázi szórólap. Igen. Az a címe, hogy mit vár el tőle a bevonzó, tehát ez a projekt, és ebben azt írják, hogy a bevonás természetesen nem csodagyógyír, hogy a fiatalok ne vándoroljanak el a településekről, sem pedig arra, hogy nagyobb motivációjuk legyen a közügyeket érintően. De akkor valahol ez arról szól, hogy azért a közügyekbe vonjuk be a fiatalokat, mert hogy egyébként az tapasztalat, hogy a közügyek iránt nagyon kevéssé érdeklődnek mondjuk a 30 év alattiak. Pontosan. És egyébként, amikor volt lehetőségem, és beszélgettem itt a helyi gimnáziumban,
fiatalokkal sokan jelezték azt, hogy hiányolják azt a fajta aktivitást, azokat a fórumokat, azokat a lehetőségeket, ahol ők elmondhatják a véleményüket, akár a politikával kapcsolatban, akár esetleg az olyan közügyekkel kapcsolatban, amiket ők érintik, például akár egy bicikliút építése, az, hogy közösségi tereknek a létrehozása, nekik mire van szükségük, ők mitől érzik jól magukat Budaörsön, mit hiányolnak, mi az, ami pozitív, mi az, amire még fejleszteni kellene, mi az, amire még szükség lenne. És én azt gondolom, hogy ez egy országos kezdeményezés ugyan, de kifejezetten itt a járási területre vonatkozik, illetve szorítkozik, és a többi településen is, tehát Érden, Budakeszin, Török-Bálinton hasonló problémák, hasonló lehetőségek vannak, és egyébként jó érzés, mint ifjúsági szakember, azt tudni és azt látni, hogy nem vagyunk egyedül, hogy le lehet ülni, vannak ennek fórumai, vannak ennek időpontjai, helyszínei, ahol meg tudjuk beszélni a többi szakemberrel, hogy hogyan változtassunk, ennek mik a lépései, és Budaörsre is speciálisan összetudunk állítani egy olyan anyagot majd a projekt során, ami majd megvalósításra kerülhet a projekt lezárása után. Pont, hogy ezt mondta, azon gondolkodtam, hogy igen, mert hogyha egy önkormányzat javasolja, hogy ide épüljön bicikliút, hogy oda rakjanak biciklit, vagy csináljanak ingyenes wifi pontokat, vagy nem tudom én, legyen egy gördeszkapálya, akkor ezek fontos dolgok. De akár ugyanilyen fontos lehet azt elérni, hogy legyen gyermek- és ifjúsági önkormányzat Budaörsön, és ha ez sikerül elérni, legalább olyan nagy sikerélmény lehet. Én azt gondolom, hogy ez hatalmas előrelépés lenne, hiszen ifjúsági klub van Budaörsön, működik Budaörsön, sok-sok fiatal jár, sok felnőtt is jár, sok kisgyermek is, akikből majd lesznek a fiatal felnőttek, és én azt gondolom, hogy ez már nekünk egy óriási pozitívum, hiszen ezeknél a találkozóknál, amik előzetesen voltak a projekt kapcsán, hallottam, láttam azt, hogy más településen nem biztos, hogy ilyen jó a helyzet. Tehát hiába működik egy-egy diák önkormányzat, egy-egy diáktársulás, ifjúsági klubszerűség, de sok helyen egyébként nem önállóak, illetve valamilyen kisebb helységet kapnak csak meg, akár csak egy szobát, és ez nálunk egy hatalmas lehetőség, és én azt gondolom, hogy ezt aktívan használni kell, hogy egy teljes épület elrendelkezésére a fiataloknak. És amikor nem a gyiltösök, mert hogy ez a rövidítés, a gyermek ifjúsági önkormányzati társulás gyiltök, jó? Szóval amikor nem ők vannak ott, akkor mostanában mi van az IFI klubban? Olvasom például a programokban, hogy művészi torna, drámacsoport, mosóbas a mosodái előadását, ez inkább a kicsiket vonza. Igen, ezek a kisebbeknek szóló általában rendszeres programjaink, ugye a Latinovic Színházzal közösen mennek továbbra is az előadások, illetve lesz majd a jövő évben egy új darabnak a bemutatója is. 2019-ben, tehát az még akkor nem idén lesz. Bocsánat, igen, annyira évelején vagyunk, hogy én teljesen abban a hiszemben vagyok, hogy jövő év, de ez 18-ra vonatkozik természetesen. Viszont amik a saját programjaink és újdonságok, lesz egy sorozatunk, aminek az első állomása most januárban lesz, ez a családállítás, csoportos családállítás, amire egyébként abszolút fakultatívan lehet jelentkezni, nem csak családoknak, hanem ugye egyéneknek is, speciálisan itt ezt egy átvitt értelembe kell érteni, ezt a családállítást, illetve fizikailag tényleg felállítódnak a családfák, és a családon belüli esetleg kérdések, konfliktusok, problémák, és ebben a pár órában ezek szombat délelőtt lesznek majd havi egy alkalommal. Azok a jelentkezők, akiket ez érdekel, és akiket ez érint, remélhetőleg megoldást találnak majd azokra a kérdésekre, amiket ők érintik. Az első január 13-án van, és 14 óra szerepel itt ebben, igen, a programban, amit én látok. Tehát akkor ezt úgy kell elképzelni, ezt a családállítást, hogy akkor valakik eljátsszák, hogy ő az apuka, meg ő az anyuka, a másik meg a gyerek, és különböző, igen, szituációk vannak, és hogy ezt ki hogyan kezeli, hogyan lehetne ezt jól kezelni, vagy mit lehetne még tenni? Pontosan, tehát a résztvevőknek nem kell, hogy a azonos családból jövő résztvevők legyenek, hiszen mindenki, aki jelentkezik, részt vesz ebben a családállításban, és egyénre szabottan történik a megoldásnak a megtalálása. Nyilván van egy szakmai vezető, aki ezt az egész alkalmat koordinálja és levezeti, és nyilván ennek van egy komoly pszichológiai háttere is, de ezt nem kell úgy
elképzelni, mint egy pszichológusnál ugye egy alkalom, hiszen ez egy csoportos és egy nyitott, befogadó légkörbe zajlik. Azt olvasom, hogy jelentkezés és információ Péterfi Mónikánál, és van egy telefonszám, amit megkérem a kollégáimat, hogy egyébként írják is ki. Igen. De akkor ezt ugye el lehet képzelni, vagy az életszerű, hogy valaki kitalálja, ez engem érdekel, és elmegyek. Tehát nem úgy van, hogy az iskolában összeállnak haverok, és akkor menjünk el, vegyünk részt rajta? Én nem gondolom, hogy ez egy olyan típusú program, amire mondjuk, ha nincs jobb dolgom szombat délután, akkor eljövök. Tehát azért ez egy komoly elhatározást igényel, hogyha valaki arra rászánja magát, utána lehet olvasni az interneten. Ez a Hellinger-féle családállítási folyamat, ez egy nagyon komoly és több lépést igénylő projekt, amiben, hogyha valaki bejelentkezik, akkor nem is biztos, hogy egy alkalom elég. Tehát lehet, attól függ, hogy milyen mélységű a probléma, milyen jellegű az adott kérdéskör, amire ő választ szeretne kapni, és hát nyilván semmelyik család nem tökéletes, hogyha valaki úgy érzi, hogy ő neki személy szerint szüksége van egy ilyen típusú projektben való részvételre, akkor nálunk ezt megteheti most januártól. De akkor jöhet a saját problémáival is. Természetesen. Úgy is jöhet, hogy na, engem érdekelnek a problémák és a megoldások. Mind a kettő lehetőség fent áll, de én azt gondolom, hogy ez inkább egy személyes indítatásból kell, hogy jöjjön, tehát nem a másik problémáira vagyunk itt kíváncsiak, hanem a saját kérdéseink, a saját félelmeink, a saját bármilyen jellegű személyes problémáknak a megoldását kell itt megtalálni. Moziból alakult ki ugye a jelenlegi ifjúsági klub, és még mindig van mozi, mert hogy lesz mozi este január 19-én egy dokumentumfilmet vetítenek. Nagyon nagy kérdés ez, hogy mit vetítsünk az ifi klubba, vetítsünk-e filmet. Igen. Mert hogy sokan azt mondják, hogy hát ha valaki moziba akar menni, akkor Budaörsön nincs mozi. De akkor bemegy Budapestre, és akkor már sok helyre mehet el, multiplex mozikba, gyakorlatilag fél óránként vagy negyed óránként kezdődik valami film, ezzel nem lehet úgy versenyezni, hogy hetente egy vagy két filmet levetítünk. Hát én azt gondolom, hogy nem is kell, tehát az, hogy van mozi lehetőség, van projektor és vászonunk, ezt mindenképpen ki kell, hogy használjuk, és szeretnénk egy havi jellegű aktív filmklubot működtetni, ahol egyébként tematikusan lennének a filmek, tehát nem csak dokumentumfilmeket, hanem akár családi mozikat is, vagy az ifjúságnak szóló régi filmeket, olyan magyar gyártmányokat, amik időtállóak és értékállóak. Az, hogy a pontos tematika hogyan alakul, azt én úgy gondolom, hogy rugalmasan kell kezeljük, hiszen a közönséghez, a helyi viszonyokhoz, igényekhez is alakítani kell majd ezt a kínálatot, de egyelőre a kollégám állította össze ezt a tematikát, és ennek mentén fogunk haladni. Meglátjuk, hogy mire van igény, mennyire jönnek a helyiek, mennyire kíváncsiak itt a programokra, a mozi programjainkra, és akkor természetesen majd ehhez alkalmazkodva. Hát igen, kíváncsi vagyok, mert én a saját gyerekeimről tudom, hogy egy film, ha 2016-ban készült, hát akkor még meg lehet nézni, de az már azért elég réginek számít. De a 15-ös filmet azt nem nézzük meg, az már régi. Hát igen, van, de tehát a fiatal generációnál ez az állandó újítás, csak a legújabbat mindenből, mindenképpen napra készek legyünk, és tényleg a multiplexekkel való versenyzés az azt gondolom, hogy kizárt, és nem is szeretnénk, úgyhogy én mindenképpen olyan témájú és olyan tematikájú filmeket vetítenénk, amiknek komoly mondani valója és értékálló időtálló mondani valója van, illetve tényleg hasznos és emberileg is olyan értékeket képvisel, és olyan értékeket ad át a nézőknek, amikkel kapcsolatban ők boldogan és elégedetten tudnak hazamenni. Na, ez kapcsolódik, hogy kiállítás megnyitó is lesz, mert hogy kiállítások is vannak, voltak és lesznek is az ifi klubban, és valóban az életszerű, hogy ezt megnézi valaki? Ó, hát mindig. Tehát ez a Vantid nevű sorozatunk, én nagyon örülök, hogy elindult egy 3 évvel ezelőtt, mert azóta töretlen sikerrel zajlik, és minden hónapban sikerül valahogy úgy egy-egy újonnan jelentkező kis művész palántát találunk, nem is feltétlenül csak gyermekeket, mert már volt arra is példa, hogy felnőttek, sőt komoly művészek is voltak itt a múlt évben nálunk, de alapvetően azért tartjuk azt, hogy a helyi iskolákból, a helyi közösségekből, az itt lakó családok gyermekeiből választunk olyan tehetségeset, akinek a rajzai kikerülnek egy hónapon át az ifi klub falára, és mindig zajlik egy kisebb ünnepség, egy kis megnyitó zenével, verssel, énekkel, mikor éppen mivel, és én azt gondolom, hogy ezt az idei évben is aktívan fogjuk folytatni.
Hol vannak a részletek? Van-e honlapja az IFI klubnak? Gondolom van, meg hát Facebook oldala, meg ilyesmi. Természetesen aktívan használjuk a Facebookot, és hát persze a honlap is működik. A honlapunk a www.ificlub.hu, a Facebookon pedig Városi Klub néven találnak meg minket. Ez is milyen érdekes, hogy az IFI klub elnevezés senki más nem foglalta még le, mint az országban nem is lenne pontosan több IFI klub. Pontosan, egyébként ha Google bekeresi az érdeklődő, és beírja azt, hogy IFI klub, akkor az első között vagyunk, úgyhogy a Budaörsi Ifjúsági Klubnak a honlapja kerül elő. Egyébként persze azért az országban... Azért, mert fizettek a Google-nek, nem? Hát igyekszünk ezt tartani, hogy nem a Google-nek, de hogy erre vannak ilyen módszerek, hogy ugye a keresőben melyik helyen szerepeljenek a honlapok. És egyébként szerencsénk volt anno 7 évvel ezelőtt az újraindításnál, hogy ilyen nem volt még, tehát az ificlub.hu domain nevet le tudtuk foglalni, úgyhogy nagyon örültünk neki. Hát köszönöm szépen, hogy eljött. Köszönöm szépen én is. Az Ifjúsági Klub után most teljesen más témával folytatjuk. Keveset beszélünk róluk, pedig nagyon fontos munkát végeznek. Ők a védőnők, akik jól szervezett hálózatban 11 területi és 4 iskolai körzetben követik nyomon a budaörsi gyermekek fejlődését. A családlátogatások során szoros kapcsolatot és bizalmat tudnak kialakítani a szülőkkel, akik a baba-mama klubok látogatásakor is kérdezhetnek a szakemberektől. A klubok vezetése önként vállalt feladata a védőnőknek, akik az anyateljes napot is lelkesedésből és hivatástudatból szervezik. De mikor van hatósági szavuk? Nézzék! Megfogod itt a fejénél, ha megkérdik? Kinyújtjuk a lábadat is, jó? Nem sírunk, nem sírnám. Oda bele, 76 centi vagy. A csecsemők kisgyermekek gondozásában, egészséges fejlődésük biztosításában a szülők, az oktatási intézmények és a jól működő egészségügyi hálózat mellett rendkívül fontos szerepe van a védőnői szakszolgálatnak, a jól képzett és gyerekszerető védőnők munkájának. Budaörsön 15 védőnői körzet van, ebből 11 területi védőnői és 4 iskola védőnői körzet. A területi védőnők 0-tól 6 éves korig gondozzák a gyermekeket a családoknál, és 6 éves kor fölött, illetve van, hogy 7 éves kor, attól függ, mikor kerül iskolába a gyermek, onnan pedig 18 éves korig az iskola védőnők látják el ezt a feladatot. Főleg a korai időszakban rendkívül fontos a gyerekek fejlődésének a folyamatos mérése, vizsgálata, illetve az adott körzetben tevékenykedő gyermekorvosokkal együtt a legkisebbek egészségügyi ellátása. Hát ez igen hosszú lenne, hogyha felsorolnám mindazt, amit egy védőnőnek el kell végeznie, és feladatául jutott, és ez az évek során egyre több, és egyre inkább terhelődünk a feladatainkkal. Amit így összefoglalóan el tudok mondani, 0-tól 18 éves korig elsődleges feladata a védőnőnek a gyermek fejlődésének a nyomon követése. Ezt ugye egyrészt úgy, hogy családokhoz megy ki, és a gyermek lakóhelyén, illetve az ő kis saját környezetében figyeli meg a gyermeket, hogy milyen a fejlődése, mozgásfejlődése. A szülőkkel nagyon szoros a kapcsolattartás, természetesen ez anélkül nem is működne. A szülőknek nagyon sok támogatást tud nyújtani a baba gondozásával, nevelésével, ellátásával kapcsolatosan. Rengeteg felvilágosító munkával jár. Illetve a tanácsadóban is fogadjuk a családokat a gyermekekkel. Itt szintén az a feladatunk, hogy körbemérítskéjük, vizsgálatokat végezzünk, például látás-hallás vizsgálat, tehát az érzékszervek vizsgálata is zömében itt történik meg, főleg egy éves, két éves kor fölött már, három éves kortól olyan eszközös vizsgálatokat is végzünk, amelyet nagyjából csak a tanácsadón belül tudunk megoldani az eszköz igénye miatt. Nagyon szép az ez a fejecske. 46,5, itt is megnézzük. De ügyesen nevelt kukucs. Kocsik is, igen. Az meg 49. Tessék, te is nézd meg, jó? Az iskolavédőnök pedig ugye az iskola elkezdésétől foglalkoznak a gyermekekkel, és természetesen, ami az iskoláskorú gyerekekre jellemző feladatok, ott is vannak szűrővizsgálatok, ott nagyon szoros a kapcsolattartás a pedagógusokkal, órákat adnak, felvilágosító munkát végeznek, illetve amit még nagyon ki kell, hogy emeljek, a gyermekvédelemmel kapcsolatos nagyon komoly feladataink vannak.
Nem elsőkat? Várni kell. A budaörsi védőnők a sok-sok kötelező feladat mellett már évek óta több olyan programmal várják a városban élő anyukákat és gyerekeket, amelyek nagyon sokat segíthetnek a jobb szülő-gyermek kapcsolat kialakításában, vagy éppen a közösségbe való beilleszkedésben. Ezek közé tartozik például a Baba Mama Klub, amelyet sok-sok évvel ezelőtt ők szerveztek meg először a városban. Körülbelül olyan 10-11 éve kezdtük el ezt a babaklubot csinálni, és akkor minden pénteken 10-től délig van. Akkoriban volt egy olyan, hogy jó lenne a védőnök tartanának valami foglalkozásokat is szülőknek, szoktatási tanácsadást, vagy valamilyen klubot, és akkor mi a kolléganőmmel azt találtuk ki, hogy ez így nagyon jó lenne, hogy egy ilyen játszóház, játszóklubszerűséget csinálni. A anyukáknak is nagyon jó szerintünk, mert hogy azért eléggé be vannak zárva a lakásokban, sokszor az egy emeleten levőket sem ismerik, és akkor itt találkoztak, tudtak beszélgetni, kialakultak kapcsolatok, barátságok, amik utána a játszótéren aztán folytatódtak. Nekik is jó volt, meg tudunk beszélni kérdéseket, nincsenek kötött témáink soha, de meg tudunk beszélni, bárkinek bármi kérdése van, azt így megbeszéljük, akár bölcsödéről, óvodáról, táplálásról, bármiről. A gyerekeknek is nagyon jó ilyen bölcsőde előkészítő, mert hogy a anyukák itt vannak mögöttük, ez biztonságot ad, de mégiscsak gyerekek között vannak, és ezek a kis csaták elindulnak, hogy elveszem a játékot, odaadom, én ebben szeretnék játszani. Úgyhogy nekik is nagyon jó, úgyhogy végül is ezért kezdtük el csinálni, és hát mi vagy több mint 10 éve működik, így valószínűleg ez egy jó ötlet is volt. Igazából rajtunk múlott, amikor ezeket a plusz feladatokat elkezdtük, mi nagyon lelkesen kezdtünk el szervezni. Azt gondoltuk, hogy még szorosabbá teszi a kapcsolatot a családokkal az, hogyha jelen vagyunk más körülmények között is az életükben. Ilyen például a Baba Mama klubok, amely 3 helyen is működik most már a városban, de 10 sok évvel ezelőtt mi voltunk az elsők, a védőnők, akik egy ilyen jellegű klubot szerveztek, ami azóta is térítés mentes az indítása óta. A másik ilyen az anyateljes nap, amit minden évben ugye az Anyatej Világnapja alkalmából rendezünk. Nagyon várják a szülők, már készülnek rá, híre van, jó híre van ennek, és mi is nagyon lelkesen szervezzük ezt a munkát. Ezek tényleg plusz feladatok, és tényleg plusz munkával járnak, de örömmel látjuk azt, hogy igény van rá, hogy pozitívak a visszajelzések, és ezek azért erőt adnak a további munkához. Bár a munka rengeteg és a plusz foglalkozásokat és rendezvényeket is egyre inkább igénylik, szinte már el is várják a városban élő családok, a megbecsülésük mégsem olyan a védőnőknek, mint ahogy azt a jól működő európai országokban el lehetne várni. Árnyoldala mindenképpen a megbecsülésünknek a hiánya anyagilag, ez nem a munkáltató részéről történik, hanem állami szinten a finanszírozásunk nem megoldott és kérdőjeles még mindig. Kapunk némi kiegészítőket, de korántsem azt a besorolást kapjuk, amit az egészségügyi szakdolgozók megérdemelnének, illetve ma már az is kérdéses, hogy egészségügyi szakdolgozóként szerepelünk-e, vagy mi sem tudjuk miként. A munkáltató részéről mi minden olyan támogatást megkapunk, ami a munkánkhoz szükséges, illetve anyagilag, ami odaadható, azt ugyanúgy megkapjuk, mint budaörsön dolgozó bármelyik más közalkalmazott. Hát az, hogy szorosan dolgozunk, ez tény, ugye ezt elmondhatjuk, hogy a helyiségünk az szűkös, ez minden tanácsadóra igaz, nem csak a védőnői ellátásra, hanem az összes szakrendelésre kinőttük az épületet. Sajnos most erre mi is elfogadjuk, hogy lehetőség nincs egyelőre, hogy még jobb körülmények legyenek, megpróbálunk ebben a körülményben is jól teljesíteni. Van-e szakember hiány ezen a területen, mondjuk Budaörsre koncentrálva, vagy itt azért sikerült még megoldani azt, hogy mindenütt legyen megfelelő szakember? Budaörsön nincsen védőnő hiány, volt olyan időszak, amikor volt, de ha mégis kiesik egy állást, amit reméljük, hogy mostanában nem fordul elő, akkor igen nehéz pótolni a kolléganőket, de országos szinten egyre nagyobb a védőnő hiány, sőt vannak az országnak olyan területei, ahol már nagyon-nagyon tartósan éppen, hogy csak el tudják látni a feladatot helyettesítésekkel. Nálunk sokkal jobb a helyzet, és olyan kolléganőkkel dolgozunk együtt, és akikkel nagyon jó együtt dolgozni, mi egymás között is nagyon jól érezzük magunkat. Mindjárt átadom a stúdiót Eldézsi Zoltán kollégámnak, aki jön a sportmagazinnal, de még előtte hadd ajánljam a figyelmükbe, hogy Votin Dóra festőművész Eltüntetett képek című kiállítás megnyitójára várnak minden érdeklődőt a Zeneiskola kamaratermébe csütörtökön este 6 órára. A tárlatot a reformáció 500. évfordulója alkalmából rendezik meg.
John Steinbeck Egerek és emberek című művének nyilvános főpróbájára várja a közönséget a Budaörsi Latinovics Színház pénteken este 7 órára. A főbb szerepekben I. és Robert, Böröndi Bence és Bregyán Péter látható. Rendezte Berzsenyi Bellág Ádám. És a mi elérhetőségeink, látják a képernyőn, ha van véleményük vagy kérdésük, akkor hívjanak bennünket, vagy írjanak nekünk. Látják honlapunkat is, a bvtv.hu oldalt, ahol újra nézhetők, megnézhetők a műsoraink, ha valamiről lemaradtak. Én köszönöm a figyelmüket, most jön Eldési Zoltán és a Sportmagazin. Viszontlátásra! Városi magazinnal legközelebb pénteken 18 órakor jelentkezünk itt, a Budaörsi Városi Televízióban.